benne van az élet, és szeretnénk, hogyha minél melegebb dolgokat ennénk, ezért kenyeret fogunk készíteni. És hogy miért készítünk kenyeret, és mit fogunk vele csinálni, azt majd egy bábjáték után fogjuk nektek elmondani. De és ez a bábjáték... Az gabonából. Oh, de okos, okos. Én tudom, hogy milyen lesz. Tehát ez a bábjáték, ez Szent Márton életéről fog szólni. Figyeljetek jól! Területén született egy fiú, akit szülei katonának adtak. Bár nem akart katona lenni, de elfogadta szülei döntését. Egyszer Franciaországban teljesített szolgálatot, igen kemény tél volt, és sokan meghaltak a nagy hidegtől. Gyerünk! Menjünk! Álljatok meg, édes katonáim! Aki megáll, meghalt! Egy, kettő, meneteljünk! Mindjárt visszaérünk a lakanyába! Tartsatok ki! Látod, milyen bátor a mi kapitányunk? Még most is bennünket él, nem gondol a saját bajára. Ugyan nehéz, nézd meg, milyen vastag köpenye van. A főnököknek mindig jobb, melegebb ruhajuk. Csak mi szegény katonák fagyoskodunk itt. Ne mondd már ilyet. Márton velünk alszik, velünk eszik. Nincs azon se vastagabb, se jobb ruha, mint rajtam vagy rajtad. Tudom, hiszen láttam. Jó, uram! Katonák, szárnyatok meg! Mindjárt megvesz engem az Isten idege! Kérlek, adjatok pár galast, hogy ma végre meleg szállásom legyen! Menj már innen, rusnya koldus! Ne érj hozzám, még bepiszkolod a szép tiszta köpenyem! Miért nem mész dolgozni, mint minden jóra való ember, ahol te sem fáznál? De ezzel nyáron rustálkodtál, mi? Ne mondjuk már ilyet, jó katona uram! Hiszen láthatja, hogy beteg lábam miatt nem tudok elmenni dolgozni. Sajnos, ilyen kacskán láttam meg a napvilágot. Elnézek én mindent, ami erőből futja, de ilyenkor télen nincsen semmilyen nekem való munka. Kérlek, szállj meg, jó uram! Nem tudok adni neked semmit, hiszen láthatod, mi szegény katonák vagyunk. A ruha, amit hordunk, az élelem, amit eszünk, mind az állami. Nincs semmi rajt sajátunk. Áldjon meg téged az úr katona úr, bár nem adtál semmit, de emberi hangon szóltál hozzá. Mi ez a nagy beszélgetési? Katonák, szedjétek a lábatokat! Estére meleg szállásra kell érni, mert különben megvesz minket az Isten hidege. Jó, kapitány uram, ne bántsa a katonákat, csak én állítottam meg őket egy kis alanyisnáért könyörögve. Uram Isten, csupa csont és bőr vagy szegény ember. Hogyan segítsek most rajtad? Élelmet nincs, meleget nem tudok itt csinálni, és a szállásunkig nem bírnád ki a mi tempunkat. Hogyan segítsek én most rajtad? Így nem hagyhatnak, de elvinni sem tudom. Tudom már, itt a köpenyem, ketté vágom, és neked adom a felét. Takard be jól magad, én holnap erre jövök, addig kibírod vele. Hozok neked élelmet és tüzelő anyagot is. Így aztán másnap Márton és katonái bőséges táplálékot és tüzelőanyagot hoztak a szegény koldusnak, aki a segítségével átvészelt ezt a telet. Később Márton ott hagyta a katonaságot, és kalandos élete során megkeresztelkedett és papnak állt. Nagyon sok csodát tett, ezért Tosz város püspökévé választották. Ez pedig a következőképpen történt. Hallottátok! Meghalt jó Hilarius püspök! Vajon ki lesz az utódja? Kit választanak meg az új püspöknek? Olyan kellene, aki jóságos és szelíd és szent életű, akitől tanulhatom is, és megsegíthet minket a bajban. Miket nem beszélsz, te lány? Ilyen ember nincsen. Olyat szeretnék, amilyet még nem felemutett a föld. Dehogy nem, megismerek ilyet. Itt a remeték között van egy ilyen fiú. Mártonnak hívják, mindenki tudja, hogy csodákat tud tenni. A múltkor is meggyógyította a szomszédom feleségét, pedig mérges gombát evett. Na, lássuk ezt a csodálatos embert. Ha mindez igaz, amit ez a lány mond, akkor legyen Márton a mi püspökünk. Éljen Márton! Éljen az új püspök! Mi ez a zaj? Miért hangoskodnak ilyen szomorú órán az emberek? Meghalt a mi jótevőnk, a jó Hilárius, és még a város népe is zajong. De Csi, mit hallok? Miért mondják az én nevemet? Ó, uram, csak nem bolondult meg mindenki? Engem akarnak püspöknek? Nem vagyok méltó erre a nemes feladatra.
Jaj, mit tegyek? Hová fussak, hová bújjak? Na, itt ebben a libaórban biztosan nem találnak meg. Hova, Márton? Gyere elő és légy a mi püspökünk! Merre vagy, Márton? Kérlek, vállalj el ezt a feladatot. Segíts rajtunk. Hol lehet? Sehol nem találjuk. Hallgass csak, miért gátunknak ilyen furcsán a libát? Nézd csak, itt van Márton! Ó, uram, kérlek, kérünk, légy a mi püspökünk! Na nem bánom, elvállalom. Így aztán Márton haláláig Turcváros püspöke lett. Segítette a szegényeket, és sok-sok csodálatos cselekedetet hajtott végre. Itt a vége. Puss el! Tapsoljuk be! Így a kezünket. Na és akkor most ne aggasztalak a könnyen kezed. Mindenkinek adok egy kicsit. Kezébe. És csinálunk belőle gombócot, tudjátok, mint ahogy csináltuk a... Benéke, jól hozzád aggasztalak. Samu már megnézte.